Európa szinten látják, hogy hogy állunk a medvék tekintetében, tehát ez egyértelműen a legnagyobb medvállomány van, és ez a 6000, ez a legalacsonyabban lebecsült szám, amit nem vitatnak el még azok sem, akik általában elvitatják a becsléseknek a számát. Hargitemegye tekintetében látható, hogy van egy jelentős növekedés az elmúlt egy évben. A Környezetvédelmi Hatóság számításai szerint egy év alatt 7,7%-ot nőtt a populáció szám. A másik a károk tekintetében van egy ciklikusság, és érdemes arról beszélgetni, hogy értékben is, lejben is, darabszámra a károk folyamatosan, fokozatosan nőnek. 31 különböző intézkedést látunk, ami vagy van javasolva a szakemberek által, amivel érdemes lenne foglalkozni. A prevenciós intézkedések, a megelőzés az legalább annyira fontos, mint a beavatkozás, de ezt sokkal nehezebb magyarázni bárkinek is. Ettől függetlenül a csomagban benne kell lennie, és azt a most épp 140 százmilliós kvótát adtak ki 2017-ben, 2019-ben, de ezt a 140-es kvótát ugyanúgy prevencióra a minisztériumnak ki kell adnia, és ott, ahol általános a medve probléma, ott, ahol folyamatosan bejönnek a faluba, ott, ahol folyamatosan az utcán kószálnak, az utcán jönnek, mennek a településen, a udvaron, a kis távolban, a pajtában, ott preventív módon be kell avatkozni, mielőtt még tragédiába torkodik az egész. Ezt a két intézkedést szeretnék javasolni. Az önkormányzat erre a szolgáltatásra szerződést köt, a vadásztársulat a szolgáltatást elvégzi, a pénzt megkapja, az elszámolás pedig bejön a minisztériumba, a minisztérium elszámolja. Szükség lenne az önkormányzatokra. Az önkormányzatok segítségével a minisztériumnak fedeznie kell ezeknek a beavatkozásoknak a költségét. Hargita megyében nincsen nagy léptékben, sem közepes léptékben illegális erdő kitermelés, nincs erdő levágás és nincsen ilyen probléma. Mi a megyei rendőrséget fegyverosztályával egyeztettünk, szétküldtük a polgármestereknek is, tehát legálisan, törvényesen lehet altató fegyvere a polgármesteri hivatalnak. Mindenféleképpen nagyon fontos lenne az, hogy legyenek olyan medveparkok, ahol el lehet vinni, nem tud kijönni. Ami domokos esetében megfigyelhető, de szerintem ez más településeken is így van. De most domokoson, úgymond a bárterület környékén 5 anyamedvéről tudunk, és általában azok itt vannak. Tehát ami megfigyelhető, hogy inkább az anyamedvék járnak be a település környékére, a település szélére. Tehát azokkal is, hogy a miniszter úr mondta, valamit kell kezdeni. Nagyjából egyetértés volt, úgyhogy egyértelmű mind a 4 témakör, tehát a 24 óra, a prevenció, az altatás és az önkormányzatoknak a szerepe az fontos.